Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Április 7-e, Hermann névnapja van. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei röviden. A rendőrség továbbra is keresi a kis Danka Ilić holttestét. A mostani hétvége is a várakozásról szól az utazók számára a határátkelőkön. Tilos a nyílt láng használata a szabadban, különösen a növényzettel borított területeken. Ingyenes szűrővizsgálatot tartottak Szabadkán. A halálbüntetés újbóli bevezetését javasolja a kormánynak Alekszandr Vučić. A szerb elnök a 2 éves kislány Danka Ilić meggyilkolása kapcsán azt mondta, miután megalakul az új szerb kormány, javasolni fogja, hogy fontolják meg a legsúlyosabb bűncselekmények esetében a halálbüntetés újbóli bevezetését. Az államfő emlékeztetett, hogy a tavalyi tömeggyilkosságok után is a belgrádi általános iskolában és a Mladenovac közeli falvakban ugyanezt a javaslatot tette. A rendőrség továbbra is keresi a kis Danka Ilić holttestét, immár 4. napja azóta, hogy először a szerb államfő, majd a belügyminiszter is megerősítette, a kislányt megölték. A rendőrség átkutatja az Zlot falu közelében található Lázár barlang környékét, majd pedig az egész Lázár kanyont és a Zlot folyó teljes területét. A mai nap folyamán a terep nagyjából felét fésülték át, de nem találtak semmit sem. A 2 éves gyermek meggyilkolásával gyanúsított 2 személyt 30 napig terjedő előzetes letartóztatásba helyezték. Az egyik gyanúsított testvérét és édesapját is letartóztatták, mert a gyanú szerint segítettek neki elrejteni a lány holttestét. Közben a legfrissebb hírek szerint a letartóztatottak egyike az éjjel a bóri rendőrállomáson elhunyt. Az 1984-es születésű Bóri D.D., akit szombaton helyeztek 48 órás előzetes letartóztatásba, mert a gyanú szerint a bűncselekmény elkövetése után segített az 1974-ben született D.D.-nek, akit a 2 éves Danka Ilić meggyilkolásával vádolnak, elhunyt szombaton este a bóri rendőrkapitányságon. D.D. a hajnali órákban lett rosszul, és az ügyeletes rendőrök, valamint a bóri egészségügyi központ orvosai gyors segítségnyújtásra ellen vasárnap reggel 3 óra 10 perckor meghalt. A halott kém természetes halált állapított meg. Az esetről azonnal értesítették a zájcsári felsőbb ügyészséget, amely boncolást rendelt el a belgrádi igazságügyi orvostani intézetben, áll a szerb belügyminisztérium közleményében. Az elmúlt napokban egyébként a gyanúsítottak házát és a szomszédok ingatlanjait is átkutatták, a gyanúsítottakat előzetes letartóztatásba helyezték, illetve egyikük D.D. néhai testvérét és apját is, akik segítkezhettek a holttest elrejtésében. Több tucat rendőr a legmodernebb felszereléssel kutatja jelenleg is a Lázár szurdokban lévő Lázár barlang környékét, amely mintegy 3 kilométerre található Zlot falutól, ahol D.D. az egyik gyanúsított él. Emellett a Zlot folyó menti területeket is intenzíven vizsgálják. A gyanú szerint Danka Ilić holttestét a bányszkopoljai illegális hulladék lerakóból máshova vitték a gyilkosság után 2 nappal. A gyanúsítottak eltérő és zavaros információkat adtak a test hollétéről, közölték a rendőrök. A szerb haladó párt és koalíciós partnerei átadták ma a belgrádi választás irodának az Alekszandr Vučić Beograd Sutra, vagyis Belgrád holnap nevet viselő önkormányzati listát és a körülbelül 20 000 támogatói aláírást. A június 2-ai önkormányzati választásokon az SHP polgármester jelöltje Alekszandr Šapić lesz. Az átadásnál jelen volt Milos Vučević, a szerb haladó párt elnöke is. Nebojša Marjanović, a Vajdasági Magyar Szövetség jelöltje a befutó 45. helyen szerepel az Alekszandr Vučić Beograd Sutra listán. A Belgrádban élő több ezer magyarnak is kijár az érdekképviselet, írta Facebook posztjában dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke kiemelte,
Pártja büszke arra, hogy önállóan mérettetteti meg magát a parlamenti választásokon, és azokban az önkormányzatokban, ahol a magyarok nagyobb számban hagyományosan élnek. Nagyon fontos, hogy ott is legyen képviselője a pártnak, ahol esélytelen az önálló választási lista indítása. Dr. Pásztor Bálint bejegyzésében megköszönte a Szerb Haladó Pártnak a lehetőséget és a partnerséget, valamint azt is, hogy a VMS-t is kiemelték a választási lista elnevezésében. Kérek mindenkit, aki Belgrádban jogosult szavazni, vegyen részt a június 2-ai fővárosi választásokon, és szavazzon a mi listánkra, zárta sorait a VMS elnöke. Egész hétvégén megnövekedett volt a forgalom a szerb-magyar határátkelőkön Magyarország felé. Az est folyamán is még kisebb torlódásra kell számítani a Horgos-Röszke autópálya és az 5-től 23 óráig üzemelő horgosi közúti átkelőn, illetve a Kelebia Tompa átjárón. A nap folyamán az időszakosan üzemelő kis határforgalmi határátkelőhelyek bizonyultak a legátjárhatóbbnak. A Rasztina Bács Szentgyörgy, a Rábé Kübekháza és a Bajmok Bácsalmás, valamint a nap 24 órájában nyitva tartó Bérek Herceg Szántó átkelőkön egyik irányban sem alakultak ki sorok. Több nyugat-európai országban most ért véget a Gergely naptár szerinti húsvéttal egybekötött tavaszi szünidő. A vendégmunkások megindultak visszafelé, emiatt alakultak ki torlódások a hétvégén Magyarország irányába. A királyhaló máshatalom határátkelő helyen vasárnap a délelőtti órákban általában másfél-két órás várakozásról számoltak be az átutazók, a déli órákban viszont felgyorsult a tempó, két sorban engedték Magyarország felé az autósokat, így a várakozási idő 45 percre csökkent. A vendégmunkások mellett a vasárnap reggel a szabadkai Ócska piacra átruccant magyarországi bevásárló turisták is a déli órákban várakoztak visszafelé, de sokan utaztak Szerbiából is Magyarországra kirándulni. Idemo u Segedin, u akvapark sa decom, a ovaj granični prelaz jer je Horgoš 2 bio potpuno zapušen, čekalo se po proceni nekoj 2 sata. I tu se čekalo u toku dana, znači negde oko 2 sata, ali sad je ubrzan tempo. Ovde delo je znatno brže, tamo se 12 minuta nijedan auto nije pomerio. A Horgos-Röszke közúti átkelőn vasárnap délben valóban hosszú volt a sor Magyarország felé. Egyesek azt mondták, 3 órát is vártak arra, hogy átérjenek Szerbiából. Az autósok folyamatosan érkeztek, kora délutánra pedig ott is felgyorsították a Magyarországra való beléptetést. A főleg osztrák és német táblás járművek mellett a Horgos 2-es határátkelőn is szép számban várakoztak szerb és magyar autósok is. Szabadkán voltunk kirándulni most a tavaszi szünetbe, most pedig Szegedre szeretnénk menni. Mennyi ideje várnak most itt a Horgos-Röszke közúti átkelőn? 10 perc körülbelül. És akkor mire tippelnek? Mennyi lehet még eljutnak Magyarország területére, még átérnek? Hát egy óra körülbelül, remélem. Nagyon úgy néz ki, hogy lesz ez több is. Ó, remélem azért haladni fog. A Horgos-Röszke autópálya határátkelőhelyen is hosszú sorokban torlódtak fel, a szerbiai kilépő oldalon az autósok. Az átutazók 2-2,5-3 órás várakozásról számoltak be Magyarország felé, legtöbb volt a Bécsben dolgozó szerbiai vendégmunkás. Dostan csakem a 25 minuta. Inácsú, putujemo često oda, zato što nam je najbolja relacija. Inácsú gužve su katastrofe od. Znači gužva je uvek? Uvek je gužva, pogotovo kad je sezona, to je strašno. Sporo rade. Šta, koliko računate, koliko ćete čekati do kuće? Pa nadamo se da ćemo preći za jedan sat i po, ako bude sve bilo kako treba. Magyarországról Szerbia irányába egyik határátkelőhelyen sem volt számottevő várakozás, az autópálya kivételével, ahol időnként egy órába telt bejutni Szerbiába. Az illetékesek szerint április 30-a és május 6-a között a május 1-jei és az azzal egybekötött ortodox húsvéti ünnepek miatt kell majd szinte mindegyik szerb-magyar határátkelőn mindkét irányban intenzív forgalomra számítani. Tilos a nyílt láng használata a szabadban, különösen a növényzettel borított területeken, figyelmeztet a szerbiai belügyminisztérium. Az illetékesek arra hívják fel a figyelmet, hogy a száraz és meleg időjárás közelettével megnő a tűzveszély. Arra kérik a polgárokat, hogy amennyiben tüzet észlelnek, azonnal hívják a 193-as számot.
Az utóbbi években számtalan alkalommal riasztották a tűzoltókat a szabadban kialakult tűzesetek miatt Vajdaságban. Két évvel ezelőtt kigyulladt a nádas a Csikér partján, akkor hatalmas lángok csaptak fel Tornyos és Zentagunaras környékén. A tűzoltók derekassan küzdöttek a lángokkal, de az erős szél miatt a tűz nagyon gyorsan terjedt. A sűrű füstöt Szabadka határában is látni lehetett. Hasonlóan emlékezetes eset volt, amikor a Túzok rezervátum kapott lángra Hódegyháza, Mokrin és Szaján határában. Több mint 300 hektár száraz gaz, fű, 20 hengerbála, széna és nagyobb mennyiségű lekaszált széna vált a tűz martalékává a Túzok legelők speciális természeti rezervátum területén. Akkor a Szajáni, a Tiszaszentmiklósi, a Hódegyházi, a Csókai és a Nagykikindai önkéntes és hivatásos tűzoltóknak végül sikerült eloltaniuk a tüzet. Az elmúlt években volt tűzeset a Szabadka melletti maghetesi erdőben is, de többször riasztották a tűzoltókat Horgoson is és Adorjánon is, ahol a nádas egy része égett le. A belügyminisztérium válságkezelő részlege arra kéri a lakosokat, hogy ne gyújtsanak tüzet sem az erdőkben, sem a tisztásokon, ne égessék az aljnövényzetet, mert a lángok gyorsan elterjedhetnek, és ezzel nem csak anyagi kárt okozhatnak, hanem az ember életet is veszélyeztethetik. Podsjećamo naše građane da je Zakon o zaštiti od požara jasan i precizan i da zabranjuje spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru kao i biljnih ostataka, strnih useva i smeća. Istim zakonom zabranjeno je i loženje vatre u šumskom kompleksu kao i na udaljenosti 200 metara od ruba šume. A tűzgyújtás megszegése után járó büntetés jogi személyek esetében 300 ezertől 1 millió dinárig terjed, magánszemélyek esetében pedig 10 ezer dinár. Erdőben, valamint az erdő szélitől 200 méteres távolságban gyújtott tűz szintén 10 és 50 ezer dináros büntetés vonhat maga után. Elhunyt Monsignor dr. Rókai Zoltán, nyugalmazott egyetemi tanár, pápai káplán, címzetes prépost, az Óbecsei Nagyboldogasszony plébánia volt plébánosa, közölte a Szabadkai Egyházmegye. 2024. április 6-án Szabadkán, 77. életévében, papságának 51. évében hazatért az Úrhoz, írja a közösségi oldalán az Egyházmegye. A temetés helyéről és időpontjáról később tájékoztatják a nyilvánosságot. Rókai Zoltán atyával, professzor emeritusszal tavaly rögzítettünk egy műsort a húsvét legfontosabb tudnivalóiról, amelyet a 8 órai híradót követően ismét műsorra tűzünk. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Összegyűjtik a veszélyes hulladéknak számító növényvédőszeres flakkonokat. 0-0-ás döntetlent játszott a TSC a Csukaricski ellen. Hernyák György, Jászai Mari díjas vajdasági rendező, az Újvidéki Művészeti Akadémia nyugalmazott tanára kapja idén a Színházi Kritikusok céhének életműdíját, közölte a szervezet az MTI-vel. Mint írják, a cég tagjai titkos szavazással ítélték oda a vajdasági rendezőnek az életműdíjat, amelyet a Színi Kritikusok díja további kategóriájával együtt szeptember 17-én adnak át Budapesten a Trafó Kortárs Művészetek Házában. Hernyák György 1952. április 7-én született Csantavéren. A zenepedagógiai főiskola elvégzése után kezdte tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián, ahol 1980-ban kapott rendezői diplomát. Az eddigi életműdíjasok között van Törőcsik Mari, Senkászki Endre, Zsámbéki Gábor, Fodor Tamás, Molnár Piroska, Székely Gábor, Radnóti Zsuzsa, Lázár Kati, Pogány Judit, Csiki András, Szakács Györgyi, Cserhalmi György és Ecsedi Erzsébet. Peter Pellegrini, a szlovák parlament és a második legnagyobb kormánypárt, a Hang elnöke nyerte a szlovák elnökválasztás második fordulóját, így június 15-től ő lesz Szlovákia új államfője, jelentette be a választás hivatalos végeredményét az Állami Választási Bizottság. A részvételi arány 61,14%-os lett, ami a második legmagasabb a közvetlen szlovákiai államfő választások történetében. Peter Pellegrinire 1,4 milliónyian voksoltak, még Iván Korcok 1.243.000 szavazatot kapott. Pellegrini a 8 szlovákiai megye közül 7-ben tudott győzni, míg Iván Korcok a két legnagyobb városban,
Pozsonyban és Kassán. Zuzana Caputova, jelenlegi államfő már hajnalban gratulált leendő utódjának. Az ukrán erők az éjszaka folyamán 17 Oroszország által indított támadó drónt semmisítettek meg, közölte az ukrán vezérkar közösségi oldalán. A hírszerzés továbbá egy katonai célokra használt oroszországi olajvezeték felrobbantásáról is jelentett. A robbanás után a tartályhajók rakodását határozatlan időre felfüggesztették, írta a hírszerzés, amely kiemelte, hogy a létesítményt az orosz állami katonai célokra használta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök egy szombaton közvetített interjúban kiemelte, hogy Ukrajna légvédelmi rakéta készletei kimerülhetnek, mivel Oroszország hetek óta rakéta és dróntámadásokkal sújtja az energiarendszert, a városokat és a településeket. Zelenszkij nyomatékosította, hogy Ukrajna jelenleg rendelkezik elengedő légvédelmi kapacitással a támadások elleni védekezésre, de már most nehézségekbe ütközik, és döntenie kell arról, hogy mely területeket védje meg prioritásként. Az izraeli hadsereg vizsgálata megállapította, hogy a World Central Kitchen járművei elleni támadás nem felelt meg a hadsereg szabályzatának. Két magasrangú katonai vezetőt elbocsátottak. A támadásban a segélyszervezet 7 munkatársa vesztette életét. Kommunikációs zavarok és a bevetési szabályok megsértése, valamint izraeli hibák sorozata vezetett ahhoz a légitámadáshoz, amelyben meghalt 7 humanitárius segélymunkás, közölték pénteken magasrangú izraeli katonai tisztviselők. A katonai szakértők szerint azok a tisztek, akik elrendelték a segélykonvoj elleni csapásokat, megsértették a hadsereg protokolljait. Ennek részeként elégtelen és téves bizonyítékokra támaszkodva feltételezték, hogy az egyik autóban utazó személy fegyverrel rendelkezett. Az izraeli hadsereg belső vizsgálatot indított, amelynek folyamányaként 2 tisztet elbocsátanak állásából. Herzi Halevi altábornagy, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke emellett úgy döntött, hogy hivatalosan megrovásban részesíti az izraeli déli parancsnokság vezetőjét, valamint 2 másik magasrangú tisztet áll a hadsereg közleményében. A támadás nemzetközi felháborodást váltott ki, és újból felmerült a kérdés, hogy az izraeli erők a gázai övezetben megfelelően ellenőrzik-e a célpontokat, mielőtt halálos erőt vetnének be. A World Central Kitchen, a segélyszervezet, amelynek segélymunkásait megölték, megismételte a független vizsgálatra vonatkozó felhívását. A segélyszervezet működése, amely több millió ételt osztott ki a gázaiaknak, továbbra is felfüggesztve marad, közölte a csoport. Ebben az évben is összegyűjtötték a növényvédőszeres flakonokat Magyar Kanizsa községben. Az akciót a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége és a falugazdászok közösen szervezik meg Vajdaság több településén is. Az olajrepce és a kalászosok esetében már több hete, hogy megkezdték a növényvédelmi intézkedéseket a gazdák, a vegyszeres kezelés pedig hetek múlva tovább folytatódik a tavasszal elültetett növények védelmével. Több évtizede gondot okoz a termelőknek, főleg az elhasznált, kiürült növényvédőszeres flakonok tárolása és elhelyezése. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége programjának köszönhetően bérmentes megoldást találtak a problémára. Az akcióban nem csak gazdaságok, hanem cégek is részt vehetnek. Cégnek számolva ez olyan hulladék, szóval amit nem lehet tárolni, ugye ez veszélyes hulladék, szóval ezt muszáj ugye másképp kezelni. És ugye vannak, hála Istennek, ilyen akciók, ami összegyűjtsük a kupakokat, és ugye akkor tovább eljönnek érte, elviszik. Ugye cégnek számára ugye kapunk papírt, hogy bármilyen inspektor, vagy bármilyen ugye kérdés lesz ezzel kapcsolatban, mit csinálunk ebben a veszélyes hulladékkal, akkor tudjuk bemutatni, hogy ugye tényleg ez jó úton, módon volt ugye továbbítva. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége által Vajdaság számos pontján egy bizonyos időpontban elszállítja az erre kijelölt illetékes szerv az igen veszélyes hulladékot. Magyar Kanizsa községben ez a júniusi hónap folyamán fog megtörténni. A begyűjtés Horgoson, Kispiacon, Magyar Kanizsán, Oromhegyesen, Tótfaluban és Oromon történik, az erre kijelölt helyen és személyeknél, de ha igény mutatkozik, akkor más településen is megszervezi az elszállítást az illetékes szerv. Fölhívnám a termelők figyelmét ezzel kapcsolatban arra, hogy a termőföld érték, és vigyázzanak a megélhetési forrásukra, a
az eldobott vegyszeres flakonok mérgezik, tönkreteszik a termő területet, és illegális is ennek a széthagyása. Addig kérem, hogy otthon zsákokban gyűjtsék ezeket a flakonokat. Azok a gazdák, vállalatok, akik átadják a megjelölt helyeken ezeket a flakonokat, egy elismervényt is kapnak, melyet különféle pályázatok esetében kérhetnek a termelőktől. Egyébként a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége 2021-ben szervezte meg legelőször az akciót, amely minden évben egyre nagyobb érdeklődésre tesz szert. Ingyenes egészségügyi vizsgálatokon vehettek részt vasárnap a harcosok sorakozója lakótelepi egészségházba látogatók. Az érdeklődők az ellenőrzések mellett hasznos orvosi tanácsokat is kaphattak. Folyamatosan érkeztek az egészségüket ellenőrizni vágyók a szabadkai harcosok sorakozója lakótelepi egészségházba. Az egészség nagy kincs, amit meg kell őrizni, mondta Gedovics János. Elsősorban vasárnap van, ráérek, meg ingyen van, meg hát ugye, hogy az egészség, hogy ugye most már én is 70. éves vagyok, és kell ellenőrizni, nehogy valami baj legyen. Egy-egy ilyen felmérés mindaz mellett, hogy ingyenes, a kórházi kivizsgálással ellentétben sokkal gyorsabban is halad, mondja Gyuricsin Ilona. Be kell jelentkezni, sokat kell várni, akkor inkább így eljövök, és akkor itt is kell várni, de nem heteket. Úgyhogy így sokkal jobb. Dr. Zorán Dragić belgyógyász szakorvos szerint a vérnyomás, az EKG, a vércukor, a koleszterin és a triglicerid szint rendszeres ellenőrzése igen fontos, mert hozzájárulhat számos betegség időben történő felfedezéséhez. Jó, jedna jako dobra prilika da ljudi koji rade preko nedelje ili nemaju vremena dođu, izvede krv, izmeri im se pritisak pogleda sa EKG i na taj način možemo da otkrijemo u nekim ranim stadijima srčane slabosti ili tako nešto, srčane oboljenja, visok pritisak. Reggel 8 és 10 óra között több mint 70 személy kereste fel a rendelőt. 43. alkalommal rendezték meg az országos táncház találkozót és kirakodó vásárt Budapesten. A háromnapos esemény korosztálytól függetlenül nagy népszerűségnek örvend. A találkozó generációkat kapcsol össze és lehetőséget teremt a Kárpát-medence különböző részeiről érkezőknek a találkozásra. Hivatásos előadók, ifjúsági és felnőtt néptánc együttesek, hagyományőrző csoportok, népművészek, zeneiskolások, valamint a Kárpát-medencei magyarság képviselői is részt vettek az országos táncház találkozó és kirakodó vásáron. A 11 éves Vörös Márton tavaly járt először a találkozón, és jövőre is szeretne jönni. Nagyon jó érzem magamat. Tavaly is nagyon jó volt. Melyik program tetszett a legjobban? Nagyon jó volt a Juhász zenekar koncertje is, a Pendergő is nagyon érdekes volt, meg nagyon jó az a nevezelés is, meg az egyéb kézüves foglalkozásuk is. A többnapos programsorozatot a Kárpát-medence minden tájáról érkező fellépők gazdagították, köztük vajdasági előadók is. Szombaton például Juhász Gábor Tudom én már könyvbemutató koncertjén is részt vettek a látogatók, melyet a szabadkai Juhász zenekarral adtak elő. Ez a történet ez mindenkit megfog, hiszen egy egyszerű vajdasági juhászlegénynek az útját mutatja be a Kárpát-medencén köröztül kipróbálva mindenféle szakmákat, és végül, amikor már sok mindent kipróbál, rájön, hogy a legjobb a vajdasági zenész élet. És hát igazából ez nekünk is úgymond a mottónk, hiszen mi is összejártuk a világot, és nagyon sok fele jártunk már, nagyon sok fele muzsikáltunk már, de mégis talán otthon szeretünk a legjobban muzsikálni, és azt tartjuk fontosnak, hogy otthon őrizzük ezeket a hagyományokat, és adjuk át a gyerekeknek. A könyv ifjú olvasói QR kódokat is felfedezhetnek, amelyek beolvasásával különböző szakmákat bemutató animációs mesefilmeket nézhetnek. Az illusztrációkat Szalai Attila alkotta meg, az ifjúsági kiadvány már Magyarországon is elérhető 2000 forintos áron.
0-0-ás döntetlent játszott a TSC a szerbiai labdarúgó Superliga 29. fordulójában a belgrádi Csukaricski ellen a Topolyai arénában. Zicserek ugyan mindkét oldalon voltak, azonban az első félidő végén az eredményjelző 0-0-ás állást mutatott. A második játék részben a házigazdák ugyan rákapcsoltak, veszélyesebben játszottak, többet támadtak. A játék főleg az ellenfél tér felén zajlott, de találat végül nem született. A TSC továbbra is kőkeményen őrzi harmadik helyét a bajnokságban 60 ponttal, a Csukaricski az ötödik a ranglistán 44-jel. A topolyaiak az alapszakasz utolsó fordulójában a Vojvodina vendégei lesznek jövő vasárnap április 14-én. Az újvidéki együttes egyébként 3-0-ra legyőzte a pancsovai Zseljezni Csár csapatát, és a negyedik helyen áll a tabellán 47 ponttal. Verstappen vezérletével kettős Red Bull siker született Suzukában. A címvédő és háromszoros világbajnok Max Verstappen a Red Bull pilótája nyerte a vasárnapi Forma 1-es japán nagydíjat, és ezzel megerősítette vezető pozícióját a VB pontversenyben. A 26 éves holland versenyző sorozatban harmadik sikerét aratta a japán pályán. Verstappen mögött csapattársa a mexikói Sergio Perez ért célba másodikként, a dobogó alsófokára Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője állhatott fel. A világbajnoki idény két hét múlva Kínában folytatódik. És eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. A rendőrség továbbra is keresi a kis Danka Ilić holttestét. A mostani hétvége is a várakozásról szól az utazók számára a határátkelőkön. Tilos a nyílt láng használata a szabadban, különösen a növényzettel borított területeken. Ingyenes szűrővizsgálatot tartottak Szabadkán. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Legközelebb 8 órakor várom Önöket híradóval, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!